Köszönöm, kívánok, köszöntöm Önöket ismételten itt a Férfi Striptease-ben. Ugye tudják, mi az igazi férfit keressük, nem csak a valódit. Körbejártuk a hazai férfiakat, szisztematikusan vetköztettük őket, és meg kell, hogy mondjam, hogy a honi férfiak eddig derekasan állták a próbát. De most egy kicsit nyitunk. Nézzük meg, hogy milyen lesz az összehasonlítás, ha kicsit körülnézünk a világban. Kérném szépen, nagyon sokáig vártunk, a mai vendégünk az egy igazi világsztár. A legnézettebb sorozatát 500 millióan látták a világon, ami azt jelenti, hogy több százmillió nő szíve dobbant meg, amikor ő megjelent a képernyőn. Mai vendégünk Fernando Carillo. One pussy from Gabi. Egy puszi Gabitól. Hallottam én történeteket ilyen igazi macsókról, meg aki úgy ajtóstól ront a házba, de még nem tapasztaltam ilyet. Tehát ez velem is először történt meg, hogy valaki rögtön az első másodpercben leszakítsa a ruhát rólam. Szóval nem rossz. Nem rossz. Jó ez. I have to say, meg kell mondjam. Köszönöm. Köszönöm. Fernando, van egy ajándékod. Az utánpótlást hoztuk el neked, hölgyekben. A legifjabb rajongót hozott neked egy ajándékod. Gyere, légy szíves, Sandra. Kedvesem, köszönöm. What a beautiful girl. Ilyen gyönyörű kislány. Thank you. It's so beautiful. Köszönöm, nagyon szép vagy. What a beautiful dimple. You have to smile all the time. Milyen szép kis gödröcskéje van, mindig mosolyogni kell. Your dimples. Ezekkel a kis gödröcskékkel. Thank you. Köszönöm. What is this? Mi ez? Tessék. Oh. I will sleep. Ezzel fogok aludni. I will sleep with this in my bed every night. Minden este az ágyamban. Nem biztos, hogy ezzel kéne aludnod. Vannak tippek itt, a lányok azért jöttek, hogy lenne másnak más tippje. Na jó, hagyjuk ezt az udvarlást, csapjunk bele. Jó, majd közben udvarolunk még egy kicsit, igaz lányok, végül is mindenki ezért jött. Nálunk van egy szokás. Ilyenkor, amikor a vendégünk helyet foglal, akkor egy picit ilyen, mondjuk úgy, hogy ilyen apró kis filmbejátszásokkal felelevenítjük, hogy ki is ő valójában. Úgyhogy szeretném, hogyha megnéznénk azt a filmet, amiben Fernandót lehet látni. Holnap. Holnap férjhez megy. Holnap. Holnap. Holnap reggel. Holnap férhez megyek. Holnap reggel. Gabi, take this off. It's gonna be... Készen áll. Gabi, állítsd le. Megszakad a szívem. No, hát azért ugye emlékeznek, hát persze, hogy emlékeznek. A 100 millió nőbe azért itt nagyon sokan vannak, akik szintén beleszámolódnak, hiszen óriási a rajongó táborod, többek között én is. No, túl vagyunk ezeken a kis bemelegítéseken, ugye? Jöjjenek a rövid villámkérdések, jó? Nagyon gyors kérdések, nagyon gyors válaszok. You can do long questions if you want. Hosszú kérdéseket is lehet, ha csak akarod. Az elején még szeretném, ha egy kicsit... Do you like short or long? Rövidet vagy hosszút szereted inkább? A jót. Huh? Oh, good. So, good questions. I like good questions. Jó kérdéseket. Én is szeretem a jó kérdéseket. Ez csak a bemelegítés lesz, jó? Tehát, okay. Mi a legkedvesebb köszönésed? Hello, Gabi. Jaj, a ruhámra vigyázz.
Nice to meet you. Örülök, hogy találkoztunk. Gyerekek, ez That's jó! Ez jó! De jó, még Now. Gabi, most Gabi. You have to know about my way of saying goodbye. Tudod kell azt is, hogyan köszönök el. That's better. Az még jobb. A végén, jó? That's better. Az még jobb. Mert már most elmegy, az nem lesz jó nekünk. Még ne menj el, majd csak a végén. Kedvenc napszakod? The morning, a reggel, and the night, és az éjszaka. És ami közötte van, nem? Azt nem szereted? I like the whole Szerettem day, az egész napot végső soron. Az egész napot. But I like the morning because de I have more energy inkább, mert for anything I want to do. Több energiám van akkor mindenre, amit tenni akarok. Hánykor kelsz reggel? Hánykor ébredsz? I get up, depends. Attól függ. If I'm by myself, ha egyedül or if I'm vagyok, with somebody. Vagy attól függ, hogy valaki mással vagyok. If I'm with somebody, I will probably get up earlier than if I'm alone. Akkor korábban kelek, mintha egyedül aludtam She won't let me sleep. Mert a hölgy nem hagy aludni. But I... I sleep alone egyedül, most of the time. Általában egyedül alszom I'm inkább. Single. Mert Miért? Egyedül Miért élek. Because I still haven't found my girlfriend. Meg a barátnőmet. Maybe I will find her here in Hungary. Magyarországon meglelem. Jó. Mi a kedvenc színed? Mert azt látom, hogy van rajtad szín, de ezek közül mi a Ön tüzes? Tüzes színeket szereted? I like passion colors. Szeretem a szenvedélyes színeket. And és a yes, I like igen. passion. I like red. Szenvedélyt, a vöröset. And I like blue. Szeretem a kéket is. Melyik a kedvenc tengered? I like Venezuelan coast. Szeretem a venezuelai partot, ahonnan származom. But de I like the sea overall. Szeretem a tengert általában. I think I'm a sea person. Azt hiszem, hogy egy tengeri ember vagyok, mert a tengerre mindig ki lehet futni, egyedül lehet az ember. I like the sea. Szeretem a tengert. Miért akarsz állandóan egyedül lenni? Azt mondd meg nekem. Most már másodszorra utal arra, hogy egyedül, ugye? Egyedül, egyedül kell, egyedül megy ki a tenger. Nem. Egyedül with the people I love. Azon emberekkel, akiket szeretek, akik körülvesznek. I like, you know, sleeping with Kiss, szeretek my dog. Kisszal a kutyámmal aludni, Kiss, az a csók a kutyám neve. I like peace, not being alone. Szerettem I like being a békét. In a peaceful place, békés helyen lenni, or I can compose. Lovagolatok vagy zenét szerezhetek. Like people, you know? De szeretek együtt lenni emberekkel is. Ilyen nem? Képes lap. Naplemente, gitárral, gyönyörű latinos férfi ott ül. Nem? Nekünk ez képes lap, amit te most elmondtál. This is like a bit improvised for you, Gabi. Egy kis improvizáció Köszönöm. Neked, Gabi. Very much. És egy olyan dal játszok most, amit nagyon szeretek. It's bigger. It's bigger than you. And you are not me. The things that I would go to. The distance in your eyes. I haven't said enough. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep an eye on you. And I don't know if I can do it. I know I've said too much. I haven't said enough. All together. Yeah, I hope that I heard you laughing. I hope that I heard you sing. I think I only saw you cry. That's it. Egy kis dal neked. Music, jó. Music fills my spirit, a zenében fejezem ki a lelkemet. A zene tart engem életben. And keeps me acting too. És yeah. az emiatt színészkedem. Gyerekek, elolvadok, sminkest ide! Yes.
Leestek a darabjait, hullasz szét. Oh, hello, my translator. Look, my translator. Szegény tolmács. Where is my translator? Hol a tolmácsom? Hello? 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 Oh, Gabi, let's just do the... Gabi. Body language. We can beszéljünk a test nyelvén. Nekem is könnyebb lenne, hidd el. Na, mehetünk tovább, ugye? We can go on. Persze, mehetünk. Azok a kérdések. Mi a kedvenc ételed? Kedvenc ételed? My favorite food. A kedvenc étel. Gulyás. A gulyás. No, listen. Azért ez magyarázatra szorul ez a gulyás. No, the truth. Az igazat szólva, szeretem a gulyást, mert amikor nagyon fiatal voltam, megnősültem, és apósom, már nem vagyok nős egyébként, de akkori apósom, ő magyar ételeket főzött, és emlékszem, nagyon sok paprikát tett az ételbe, gulyást főzött. De emellett azt hiszem, szeretem a tengeri ételeket, I like a good wine, a jó borokat, whatever. But I can also have a good piece of bread and cheese. Darab kenyeret, finom sajttal is szívesen eszem. Mi a kedvenc szerepet? My favorite role is a kedvenc szerepem. I would like to do one day. I would like to be the first Latino. Pont szeretnék az első. To do Jesus Christ. Latin színészként Jézus Krisztust eljátszani. The coolest character that you can play. Ez a legcoolabb szerep, amit el lehet játszani. És talán the first Latino James Bond. Az első Latin James Bond is lenni egyszer. And right? Jó. Istenem. Ott is jó. Azt mondta az én kolléganőm, a legkedvesebb kolléganőm, az jobb kezem, hogy amikor először találkozott veled, akkor te megölelted, és ő is megölelt, és azt mondta, hogy ő még ilyen izmos hátat nem fogott. Na most ez így van? Tényleg, mert menjünk ettől a csúnya testiségtől, szakadjunk el, jó? Mi a kedvenc állatod? Két kutyája van, ugye? Kis kutyám és a kölyke, Totó. De szeretem a delfineket is. And I like horses. A lovakat. Lovagolsz? Do you ride? Ön lovagol? Te lovagolsz? Én igen. Yes, I ride too. Én is lovagolok. I ride too. Nem lovagolhatnánk egyszer együtt. That would be interesting. Ez érdekes volna. To ride together. Együtt lovagolnunk. Hát gyerekek, füllet erotika lengyel a stúdiós. Mi a kedvenc sportod? Én úgy tudom, hogy te rendszeresen sportolsz, a lányoknak mondom, szinte megszállottam. Ugye? I like football. Szeretem a futballt. Soccer. Az európai focit. Tennis. A teniszt. And I like skydiving very much. I have 40 jumps of skydiving. Ugrani is szeretek. Scuba diving. Műugrást, szeretem a búvárkodást, és az autóval való búvárkodást. Hallottál már? Autóval való búvárkodást? Yeah. Azt nem. You get on the car. Beülsz a kocsiba. And you jump off the car. És kiugrasz a kocsiba. Yeah. Mint a James Dean? Yeah, like James Dean, yeah. Igen, mint James Dean. It's a good sport. Jó sport. Ő nem ért sokáig, azt tudod, hogy szóval ez neki nem jött be. Tehát ezt nem kéne nagyon forszírozni, ezt az autóval való. Maybe I already all I had to do in car diving, I already did it. Amit meg kellett csinálni, mert a sportban azt már megcsináltam, úgyhogy továbbra, a jövőben nem kell autósugrást csinálnom. Kedvenc sportod, ott tartottunk, hogy a foci. De miért hagytad abba, amikor állítólag ígéretes focista voltál? Ha jól tudom, akkor fél profi vagy. In what? In miben? In football? In soccer? Most a fociban? Igen. I played professional, yes. Profi I played, játékos voltam. I lived in England for 7 years. 7 évig Angliában éltem. És then I moved to Venezuela and akkor visszaköltöztem Venezuelába. És a helyi profi ligában játszottam. De mi voltunk a legrosszabb csapat a világon. A legrosszabb. A legrosszabb csapat? The worst team in the world, yeah. So igen, a világon a legrosszabb. Úgyhogy csalódott voltam, és elkezdtem do TV commercials, tévéreklámokban.
énekelni, és a színész mesterséget kezdtem el. Talán egyszer, amikor gyermekeim lesznek, akkor ők majd a magyar válogatottban játszanak. Most inkább a vízilabda válogatottat ajánlanám. Ha már így lehet így a magyar helyi specialitásokból válogatni, akkor inkább ott. Kérném szépen, van egy restanciám. A zongoránál Fekete Mária. Hello, mami. És adnék egy lehetőséget a hölgyeknek, hogy így az első benyomások után néhány kérdést föltegyenek. Lányok. Ja, jut eszembe. Itt mindenki beszél spanyolul, de csak a te kedvedért, és ezt majd be is fogjuk neked bizonyítani. Tessék! Primero bienvenido a Hungría, espero que te guste. Y quiero preguntarte, he oído que te gusta cantar, y quizás, o tal vez, quieras ser un cantante de pop, si es verdad o es solamente un cotilleo. Hát így. Hát gracias. Így tudunk mi spanyolul. Muy buen español. Muy buen español. Köszönöm, nagyon szépen beszél spanyolul. I would like to szeretnék. My strength is acting. Az erősségem a színész. I live in Los Angeles. Los Angelesben élek. Jelenleg, és a legjobb ügynököt sikerült megszereznem, William Morris-t. But music is de my passion. A zene továbbra is a szenvedélyem maradt. Perdóname, ya vivimos el dolor. Perdóname, sé que ahora puede ser mejor. Para los dos, perdóname. Lo volvería a ser todo igual. Era la forma en la que te tenía que amar. Azt nyilatkoztad egyszer egy spanyol lapnak, hogy az a nagy vágyálmod, hogy betölts egy stadiont, mint zenész, egy nagy sport stadiont, és azt mondtad, hogy ha ez sikerül, akkor abba hagyod magadon a tetoválást. I said that azt mondtam, this tattoo, hogy ez a tetoválás itt, that's open here, ami itt nyílik open. Ki, itt nyitott, amint látod. There is a place in Venezuela, van Venezuelában egy hely, Poliedro, which is like 15,000 seats. Hogy 50 ezer ülőhelyes stadion, és arról álmodoztam, hogy ebben a stadionban játszom majd, és ha ez valóra válik, akkor bezárom ezt a tetoválást, ezt a kört. Hogy a kört zárod be. I'm only going to close it. Tehát csak bezárom, így zárul le. Mert hogy ott fáj a legjobban? Ezen a részen? That's where it hurts the most. Igen, itt fáj a legjobban. And I have another one here. Jó, tudom, hogy van olyan hely, ahol jobban fáj. At the end, I will say goodbye the way I say goodbye. Elbúcsúzom a magam módján my one tattoo. És megmutatom azt a tetoválást. You want to see my tattoo? Akarjátok látni a tett? Cool. And then Gabi. One day I would love to take you skydiving. Elvinni. Will you skydive? Ugrani? Akarsz velem ugrani? Honnan? Hova? No. From the plane. Repülőről. Venezuelába? Here. Itt. Itt nem skydiving. Szeretnék ugrani. Ha messze, ott szeretnék ugrani. Itt nem. When you come to Los Angeles. Ha jössz Los Angelesben, ott élek Los Angelesben. When you come to Los Angeles. Most nem tudom, hogy csináljak, lányok. You jump off the plane with me. Leugrasz velem a gépről majd. Én magamtól nem ugranék le, de lehet, hogy miattad leugranék. Tehát ez... Ezen most gondolkozom meg. You will be hooked in front of me. Téged felszíjaznak rám. Tandem. Én mögötted leszek majd. Tandem. 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 Jó. Oh, so you... So you like tandem. Szereted a tandemet tehát? Only flying? Csak a repülésben. Következő kérdés.
De gyorsan még egy kicsit a filmekre visszaugrunk, jó? Melyik a kedvenc filmed, mozifilmed? My favorite movie. A kedvenc mozim. I think I like. Azt hiszem. I've had many, like Braveheart with Mel Gibson. A Braveheart. Mel Gibson. I like An Indecent Proposal. An Indecent Proposal. With Robert Redford and Demi Moore and Woody Harrelson. I like movies when you can where you can come out. Azokat a mozikat szeretem, ahol a moziból kijöve megkérdezed magadtól. In that position. Mit tettél volna abban a helyzetben? Nem szerettem az olyan mozikat, ahol nem gondol semmire, mikor kijössz. Akkor inkább otthon maradok és tévézgetek. Ilyenkor azt is átgondolod, hogy... Tehát én nagyon válogatós vagyok a mozi terén. Ezért van az, hogy vannak ajánlataim mozira, de én semmiképp sem csinálok olyan mozit, ami nem megfelelő számomra. A jó mozi. Talán, hogyha először az első mozim után már csinál, hajlandó leszek rossz mozikban is szerepelni, de az első mindenképpen kiváló kell, hogy legyen, kiváló szereppel. Van neked egy képed arról, hogy te milyen típusú hős szeretnél lenni a moziban? Mert ugye megszoktuk, hogy a szappanoperákban te egy hős szerelmes vagy. Hol sírsz, hol nem, de mindenki beléd szerelmes. Ugyanez a szerepkör mi lenne a filmen? I would like to do like I told you. Ahogy mondtam, szeretnék. I would like to be Jesus Christ. Jézus Krisztus. Because he's a big hero. Lenni moziban, hiszen nagy hős volt. Like I told you, James Bond. Én James Bondot is eljátszanám. I would like to play akciófilmben romantikus szerepet is vállalnék, hiszen szeretem a romantikus filmeket, amelyeken sírunk, ami megérinti az emberek szívét. I don't know, but I think God will tell me when the right role. Isten majd jelez, amikor jön a megfelelő szerep. Are you having a good time? Jól érzitek magatokat? Nem hallottam, tudnélik. Are you having a good time? Cool. Alája. Ezt szeretem. Mi a legkedvesebb szerelmes leveled? Volt-e valami olyan különleges szerelmes levél, ami kiemelkedik a többitől? Melyik volt az? My best and my favorite love letter. A legjobb és legkedvesebb szerelmes levelem is still még mindig to be written. Megírásra vár. And I still have to receive it. És még meg kell kapjam? I haven't received it yet. Még nem érkezett még meg. Még nem volt ilyen? Kaptam. I've received many love letters. Sok szerelmes levelet. The best one. De a legjobb is yet to come. Még várat magára. Hányszor voltál szerelmes? I've been in love now at most 30 I can say that 30 évesen azt mondhatom, hogy talán once for real. Egyszer voltam igazán. One big time. Egy igazi nagy szerelem, és egyszer-kétszer olyan fél szerelem féle volt, de egyszer igazán. And I got married, meg is nősültem, elváltam aztán, because I was a young, rebel, fiatal lázadó voltam, crazy, őrült, crazy, totally crazy, teljesen bolond, and, she kicked me out. És she kirúgott to kick me out. Valaki azt mondta neked, te figyelj ide fel, még se te. I think azt that hiszem, sometimes néha women are more mature. A nők érettebbek, mint a férfiak. And you know, they have, és and I understand now most why már értem is, hogy miért. She broke up the relationship. Szakított velem akkor. That she could have done for her life. Ez volt a legjobb, amit tehetett a saját élete és az én életem szempontjából is. To doing whatever I wanted to do mert all the time. Akkor mindig azt csináltam, ami ez kedvem volt, és ezt meg kellett fékezni, meg kellett állítania. Meg kell köszönjem neki, mert én is érettebbé lettem ezáltal, és ő is. Azért az egy kérdés számomra, hogy a te karriered szempontjából nem szerencsésebb, hogyha nem vagy nős. I want to be married. Szeretnék. And I would like to have a family. Szeretném, családom lenne. And I think that if I am married, hiszem, hogyha and I am married to the right woman, elvenném a megfelelő my audience, nőt, akkor a the audience will love me nézőközönség for being with the right woman, szeretne and they azért, will love her hogy a
megfelelő nővel vagyok, és a nőt is szeretné a közönség. Ezért, ha persze nem a megfelelő nő volna, akkor a közönség megérezné ezt, hisz minden tudó, és szomorú lenne a közönségem, és ez rosszat tenne a karrieremnek. De azt hiszem, hogy a szerelem a legjobb érzés a világon, és szeretném, hogyha ismét szerelmes lennék, várom a megfelelő nőt. Azért nekem ezt le kell szondáznom, tudnék. Én azt gondolom, hogy nincs az a tökéletes nő, akit meg tudunk bocsájtani annak a férfinak, aki azt elveszi, hogyha nem minket vett el, ugye? Tehát olyan tökéletes nő nincs, ebbe egyetértünk? Vagy nem? A Rosalinda című sorozatban Fernandohoz egy gyakran láttuk sírni. Te mennyire vagy érzékeny? Én nagyon érzékeny vagyok. I worry about nagyon the things around me. Aggódom a körülöttem lévő dolgok miatt, a világon uralkodó szegénység miatt, az országom szegényé miatt aggódom. Azt hiszem, olyan családban neveltek fel, ahol megfelelő családi értékeket adtak át nekem. To feel that everybody can live a better life. Szeretném azt érezni, hogy mindenki jobban él körülöttem, tehát érzékeny vagyok. Nagyon diplomatikus volt, nagyon diplomatikus volt. But it's true. De nagyon igaz. Diplomatikus it's diplomatic, volt. But diplomatikusan but it's true. Hangzik, de igaz. De nő miatt sírtál-e már? Oh, yes. Igen. Na, woman, ezt vártuk, yeah. Nem ezt sírtam már nő miatt. Ha már a családnál tartunk, azért nézzük meg a családi képeket, jó? Így! Oh. That's me? Wow. Ez én volnék. Jól néztél ki. A little fat. Kicsit kövér. Oh. Oh. I like the sea. I like the sea. That's szeretem a tengert. Beautiful Mexico, Cancun. Ez egy gyönyörű mexikói parton Cancunban készült. Have you ever cried for a man? Sírtam már a férfi után? Sírtam. Oh. It's only makeup. Ez csak right. A festék. Ezek a kockák a hasadon most is ott vannak? Tehát rendesen kockás hasad van? Do you want to see it? Akarod látni? Akarjátok látni? Mit segíthetek? But you have to keep my act, please. Translator. If I show her my abs, she has to give me a little kiss. Ha megmutatom, akkor meg kell puszíja. Ba-b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 a-
Megszagoltam. Jó, jó. Tessék, menjünk tovább. Mit csinálsz, amikor unatkozol? What do I do when I'm bored? Mit csinálok, amikor unatkozom? Játszom a gitáromon, vagy zongorázom. And I am not bored right now. Most nem unatkozom. But I could play the piano for you. De azért zongorázhatok. Yeah. Thank you, mommy. This is the song that I This is a song that I wrote for Rosalinda. Remember, Gabi? Amit Rosalindához írtam, emlékszel, Gabi? This is pure comenzó, sin darme cuenta. Cómo sucedió, estaba tan cerca de mí, no me di cuenta, cuando la conocí, pero con cada mirada, siento que se iluminaba todo alrededor, y es
está latiendo fuerte, más fuerte cada vez. Está latiendo tan fuerte, más fuerte cada vez. Está latiendo fuerte, más fuerte cada vez. Sí. Está latiendo tan fuerte, más fuerte cada vez. Y está latiendo por... Yo. Sí. You know what that song means? Whoops. Right. That song means fuerte. Fuerte. Say fuerte. Mondast fuerte. 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 It means strong. Azt jelenti, but erős. De a szív verésre vonatkozik. Erős ember a szíve. Érted ver erősen. Én rájöttem valamire. Most rájöttem valamire. Teljesen levesz a lábamra. Nem tudok kérdezni, mert állandóan udvarol, ettől én jól érzem magam, és az agyam, mert azt mondják, hogy a vér vagy fönn van, vagy lenn van. Nekem az a dolgom, hogy fönt legyen a vér. Itt. I like to keep the blood up. Szerettem, hogyha a vér. Sometimes the blood accumulates somewhere. Téha valahol akkumulál a vér, felhalmozódik a testben. Heart emotions. Mesélj erről, és a szív. Esetleg tudsz valamit magyarul? I like this one. Például ezt szeretem. Szeretlek. Szeretlek. And I'm learning a little bit more. Maybe at the end of the program I remember. Tanulgatok, lehet, a program végére már. Szóval a legszükségesebbet már tudja. Az a lényeg. I had a friend. Volt egy barátom. A while ago, I will not say her name. Nem mondom meg a nevét, egy hölgy volt. She told me that you have to pronounce certain words. Mondta, hogy bizonyos szavakat úgy kell kiejteni. In the language, like if you were making love. Az illető nyelven, mint hogyha szeretkeznél. Like nuk. Nuk. A magyarnak a legszebbek a világon. Was that pronounced right? Ezt megfelelően ejtettem ki? Ezt nagyon jól ejtetted ki. Hát gyerekek, ki táncolja, vagy ki énekli a sajtot a szánkból, ez az igazság, ez lesz a vége. Milyen érzés azokkal a hölgyekkel csókolózni, akikkel a sorozatokban szerepelsz, de nem annyira szimpatikusak neked, és nem érzel annyira vágyat irántuk, hogy megcsókold őket? Well, I've been very lucky. Nagyon nagy szerencsém volt. To work with abban, girls that olyan lányokkal I like. Dolgoztam, you know, akiket szeretek. And kissing Talia was megcsókolni. Beautiful. It was csodálatos volt. She was very nice. Nagyon szép lány. Good kisser. Jó csókol. Yes, Gabi. Igen, Gabi. És mindig beleszeretsz azokba a lányokba, akikkel egy hosszabb sorozat alkalmával közelebbi viszonyba kerülsz? Vagy volt-e már ilyen helyzet? Sometimes. Néha. You fall in love. But szerelembe if you're single, and if you egyedülálló vagy, és nincs viszonyod éppen, nincs kapcsolatod, nagyon könnyű beleszeretni valakiba, akiben együtt dolgozol, legyél akár színész, vagy pilóta,
or if you work in a TV station, vagy ha you will TV-nél always dolgozol, be surrounded. Mindig olyan emberek vesznek körül, akik együtt dolgozol. Tehát a színészek is normális, hogy egymásba szeretnek. De nem mindig történt meg velem. Nem estem bele Thaliába. Szeretem, mint partneremet, színész partneremet, de ő neki már volt, akkor kapcsolata nekem nem volt. I fell in love with, or I had a relationship with Maria Isabel, the next soap opera that I'm going to be doing. Maria Isabel a következő. We had most a szappan operában. We had a kind of egyfajta affair. Hát viszonyunk volt. It never became a kind of. It never igen, became egyfajta, something. De sosem lettünk steady, but stabil, you know, kapcsolat. Tehát megtörténhet persze, you know, right? Tudod. Csak gondolkozom. Yeah. Tudod. Tehát vagyok. Mivel nem vagy elégedett magadon? Jaj, de jó kérdés! No, but she says she's not very satisfied. Nem elégedett velem? Nem. Mivel nem vagy elégedett? Nem. Men are not very satisfied here? Itt? They're not? Nem. Te magaddal szemben mivel nem vagy elégedett? Oh, I like everything about me. Mindent szeretek magamon. Yes, but igen, you know what? De tudod? For me, really, and I don't want to sound a religious fanatic. Nem akarok egy vallási fanatikusként hangzani, de nagyon közel állok Istenhez. And I think that I try to be good. Megpróbálok. And maybe I make mistakes and I am a sinner like we all are. Mindannyian bűnösök vagyunk, és én is elkövetek hibákat. I try to like the things that I do, really, you know. Próbálom jól csinálni a dolgaimat. With the way that I am, elégedett vagyok azzal, ahogy vagyok, ami nekem megadatott, hiszen minden, ami én vagyok, és minden, amim csak van, ezt mind Istennek köszönhetem, és neki tartozom érte hálával. There is one thing that I don't like about myself. Van egy dolog, amit nem szeretek magamban. I never wake up early. Hogy nem tudok korán felkelni soha. What are the problems that I've had have you known? Because I've had milyen problémáimról tudsz még? I had several. Mert voltak. In the past year I had several problems. Az elmúlt években több problémám is volt. Including police and everything. Rendőrségi ügyek és egyebek. Yeah, you can ask me. Kérdezz csak. You can ask me. Igazságtalannak tartod, hogyha szép fiúként kezelnek? I like people to love me. Szeretem, ha az emberek because of my soul really and because of a lelkem miatt, a szívem miatt szeretnek. Because I really do think, mert honestly, én őszintén that I have a good heart, úgy vélem, hogy jó szívem van. And that I try to be good. És megpróbálok jó lenni az emberekhez, me, a körülöttem levőkhöz, who work with me, a velem dolgozókhoz. I really try to worry about them and for them to have a better life. Próbálom a gondjukat viselni, javítani az életüket, és azt szeretem, ha az emberek az a lelkem miatt szeretnek, hiszen 20 év múlva that my soul is what's going to carry on. A lelkem folytatódik, mert 20 év múlva már ráncos lesz az arcom, lehet, hogy hajam se lesz, and I still want people to love me like they love me today. Szeretném, hogyha az emberek akkor is úgy szeretnének, mint most. You know, thank you. Ez egy torta. Hogy milyen mázlia van? Megint. Beautiful. Gyere ide. That is so nice. Do I have to say goodbye now? Servus, Gabi. Goodbye, Gabi. Finish. Servus, Gabi. Viszontlátásra. Egy vadonatúj zenés show műsor.